6 születésnap, 6 kerti parti, 6 csoki torta és a születésnapi gyertya elfújásánál évről évre ugyanaz a kívánság, minden maradjon úgy, ahogy van. Csak hogy semmi nem marad úgy, mert az életben csupán egy dolog állandó, a változás. Ferenczik Adrien Happy Birthday című regénye születésnapi partikra invitálja az olvasókat. A regény főszereplője Zoli élete álmát váltja valóra, amikor megvesz egy dunaparti nyaralót, és az örömét meg akarja osztani barátaival. Meghívja hát őket a vízparti kertbe egy nyaralóavatóra, amelynek időpontja teljesen véletlenül egybeesik a születésnapjával. A parti olyan jól sikerül, hogy a három házaspár elhatározza, minden évben ott, a dunaparti kertben megünneplik Zoli születésnapját. A Happy Birthday 6 születésnap története. A házigazdák készülődnek a partihoz, a vendégek megérkeznek, esznek, isznak, kocintanak a főszereplő egészségére, és minden évben van, aki megveregeti a főhős vállát és elkiáltja, hogy Happy Birthday. Nagyon sokszínű karakterek vannak ebben a regényben, én nagyon megkedveltem őket, hiszen nagyon emberiek mindannyian, és tulajdonképpen egyikük sem gonosz, csak a saját boldogulását keresi ki a maga módján. Egy picit szélsőséges típusok is megjelennek ebben a könyvben, de ezzel azt szeretett volna érzékeltetni, hogy ilyenek az emberek körülöttünk, és bármennyire is esetleg nem szeretnénk, mégis részt vesznek a világunkban, és bármikor találkozhatunk ilyen emberekkel is. A szereplőkkel egy-egy év alatt sok minden történik, így az olvasók nem csak 6 születésnapi parti, hanem számos meglepetés részese is lehetnek. A párok megunják, megcsalják, elhagyják egymást, szerelem szövődik, házasság bomlik fel és új frigy köttetik. A szereplők életében felmerülő problémák évről évre újabb és újabb változásokat hoznak, és amíg a férfiak és nők döntést hoznak, sok-sok a mindennapokban gyakran előforduló élethelyzeten kell átvergődniük, miközben mindenkiben ott bujkál a kérdés, szabad-e, lehet-e, érdemes-e új életet kezdeni. Ferenczik Adrien harmadik regénye 3 házaspár mindennapjain keresztül ábrázolja a modern család válságát, miközben egy fordulatokkal teli történettel szórakoztatja az olvasót, ugyanazzal a mesélőkészséggel és empátiával, mint előző 2 regényében, a Napfényes Rivierában és az Inkognitóban.